Március 6-án a Nagykállói Általános Iskolában ünnepelték meg, hogy Nagykállóváros Tiszta Forrás Település címet kapott. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Bartók termében Juhász Zoltán, Nagykállóváros polgármestere és Harsányi Gézáné, a település díszpolgára már korábban átvette a Tiszta Forrás Település emléktáblát. 2014-ben indult el az a program, melynek keretében a Magyar Művészeti Akadémia minden évben Tiszta Forrás Település címet adományoz. Azok a Kárpát-medencei települések kaphatják meg, amelyekben az elmúlt évtizedek során a magyar népművészeti, néprajzi gyűjtők legnevesebbjei a népi kultúra felbecsülhetetlen kincseinek gyűjtésén és feltárásán munkálkodtak. Azt szerintem a legfontosabb az, hogy a nagykállaiak büszkék lehetnek a múltjukra, és nem csak a történelmi múltjukra, hanem a kulturális múltjukra. Ez az elismerés, ez arról szól, hogy az elmúlt több száz évben elődeink a nagykállaiak a népzenét, a népdalainkat, a néptáncaikat megőrizték, és az utókornak megmutatták, elénekelték, eltáncolták. Amikor ezeket a dallamokat halljuk, akkor az embernek a nagyon melegség fog el mindannyiunkat, és látjuk azt, hogy a gyerekek is énekelték a dalokat a vegyes karral, és azt gondolom, hogy ez az igazi nagykállói büszkeség. Amikor arról beszélünk, hogy mi a fontos az életünkben, szerintem ezek az egyik legfontosabb értékek, amit a nagykállóiaknak kell, hogy értékeljenek, és kell, hogy megőrizzük az utókornak, és a gyermekeink, unokáink is tudják hallgatni, és ezt a későbbiekben bemutatni, elénekelni. Én büszke vagyok arra ma is, hogy nagykállói vagyok. A Nagykállói Általános Iskolában a diákok és az iskola dolgozói meghallgathatták a Kodály Zoltán népdalgyűjteményéből előadó városi daloskört. Az ünnepség végén közösen énekelték el a Kállai Kettőst. Ezután a református parókia épületéhez vonultak át, ahol a Tiszta Forrás Település emléktábla avatására került sor. Az emléktáblát dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Juhász Zoltán Nagykállóváros polgármestere és Harsányi Gézáné a város díszpolgára leplezte le. Azért nyertük el, mert a négy legrangosabb gyűjtő Nagykállóban talált egy mennyiségében is, és tudományos feldolgozás után értékében is kimagasló népzenei, táncos hagyományt. Ez egy nagyszerű döntés alapján most egy emléktábla, emléklap és egy archív digitalizált anyag formájában kerül vissza azokra a településekre, amelyek ezt megérdemlik. Nagykálló egy olyan DVD-t kapott, amelyen az 1900-as évek elejétől készült táncos felvételek a Kállai Kettősről, a Kiskállói Oláosról, illetve hangfelvételek az 1928-ban Kodály által készült fonográf felvételek, hogy is mondjam, megszűrt tiszta változatai, illetve 200-nál több kotta kép, amit kézírással a gyűjtők itt lejegyeztek. Tehát gyakorlatilag én, mint énektanár tapasztalom, hogy mennyire elfelejtettük azokat a régi dalokat, amiket annak idején még ismertek. Tehát ideje újra tanulnunk, és ezzel, hogy visszakaptuk, megvan erre a lehetőség. A Szilágyi Ház őrzi azt a DVD-t, amin ez az anyag megtekinthető, amiről megtanulható újra az, amit már nem ismerünk. Ezentúl tehát emléktábla őrzi a városban, hogy Nagykálló is viselheti a Tiszta Forrás Település címet.